Hétfő óta már csak egy kazán fűt az Alfanova Széchenyi lakótelepi központjában. Ez a kazán a lakótelep melegvízellátásáért felel, a másik kettőt, amelyek a lakások fűtését biztosították, április 15-én leállították. A hivatalos fűtés ideje minden évben április 15-től fejeződik be, és ekkor kezdődik egy egyhónapos úgynevezett rendelkezésre állás időszak, amikor a szolgáltatónak még amennyiben szükségessé válna, biztosítani kell pótfűtés szolgáltatást. Miután mostani hőmérsékletek ezt nem indokolták, így hétfő reggel le is állítottuk városi szinten a fűtést. A szakemberek az előttük álló egy hónapot várakozással és készenléttel töltik majd annak érdekében, hogyha az időjárás hidegebbre fordulna, a kazánok újraindításával biztosítani tudják a lakások fűtését, mondja Horváth István. 2016-hoz képest az elmúlt télen 4%-kal kevesebb, összesen 180 ezer gigazsul energiát használt el a 8700 távfűtött lakás, valamint a 300 közületi fogyasztó Szolnokon. Abban az esetben, ha április végéig nem igényelik a fogyasztók a fűtés visszakapcsolását, akkor a nyári hónapokban elkezdődik a rendszer karbantartása. Kétfajta munkacsoport lehet ezt felosztani, valóban a hagyományos karbantartási munkák, a rendszerek ellenőrzésére, kisebb javításokra, beavatkozásokra, és vannak a nyári felújítási munkáink, ezek a távvezetéki, hőközponti, kazánházi rekonstrukciók. A tervek szerint több jelenleg még működő szivattyút cserélnek majd modern elektronikus vezérlésűre, továbbá a vezetékek és a távfelügyeleti rendszer is megújul majd. A modernizálás, valamint a felújítások mintegy 50 millió forintba kerülnek majd.